tehetetlen. Várjál, hogy gondolkodjam rajta. Meg is. Na, hát ez úgy kezdődött, hogy... Krisztina, gyere már, lemaradsz róla! Jaj, Tünde, gyere már, kezdődik a Szulejmán! Oh. De nagyapa, te hogy máiban voltál? Hát egy nagyon különös koncerten voltam éppességgel, Watson barátommal a Mécsös Központnál. De a történet csak akkor kezdett el igazán érdekes lenni. Nyomozó urak, itt történt az eset a parton. Nem tudjuk, mi történhetett. Itt találtuk rá az áldozatra. Sállok. Olyan gyanús nekem az az alak. Nekem is. Na mit, fogd meg a kabátom. Képzel magáról. Bocsánat, de belédestem. De nem ő, hanem ő! És hol volt tegnap este 9-kor? Na várj, csak egy pillanatot! Ön megsérti az én személyiségi jogaimat. Mi szabad jogállamban élünk. Érti maga? Én az ügyvédám nélkül semmilyen varramást nem vagyok hajlandó tenni. Ura, kifogtam egy okos tojást. Na jó, mit csináljon magával? Hogy mit csináljon velem? Ön maximum előzetesben tarthat az ügyvédem megérkezéséig, aztán esetleg szabadlábon védekezhetek, ha nem ismernél a szabályokat. Nézem, ezzel így szép szóval sok mindenre nem fogok menni. Úgy tűnik, változtatni kell a módszereinkkel. Hoppá, ne? Mit talált? Na, az semmi különös. Semmi különös, tényleg. Semmi extra. Nekem nem úgy tűnik. Ne! Ne gyújtsa fel! Ott van az angol polgári forradalom! Ne csinálja! Ne! Az a Königgrécz csata 1866-ból nyert! Ne! Megölődött maga! Olcs el! Olcs el! Hát ott van Görgei Arthurnak a Tauszi hadjárata! Hát Istenszegi meg a Tápióvicské meg a Dassalói csata mit csinál? Csoltsa már el! Mindent támadom! A lévai! Hát én egy gyilkosság ügyében nyomozok itt, egy megbízható forrásból jutottam el idáig, és lenne pár kérdésem. Elsőnek is meg tudnám mondani, mit csinált 9 és 11 óra között? Mikor? Éjszaka. Tegnap? Igen, tegnap. Aludtam. És esetleg nincs az ismerőség között olyan, aki sötét ügyletekben mozog, ilyesmi. Sötét? Nem. Nincs. Még annyit hagy engedjen meg, hogy mit rejtélt ott a hátamögött? Egy könyvet. Könyvet? Koldus és királynő. Nagyon jó könyv. Ajánlom.
Ajánlom önnek is. Köszönöm, nem, azt hiszem épp elég idejétre voltam. Nos, köszönöm, hogy fordított rám időt. Áldás békesség. Áldás békesség. Hát, tudtál valami? Nem. Szerintem igen. Nézd csak. Páré. Ettől meg szeretett volna szabadulni valaki, de hogy elnézem, nem jött össze. Hát igen. Ez a szalak mindegyikében szerepel. Azt hiszem ezzel már el tudunk indulni. Nem, nem, nem kérdés. Tessék, jöjjenek le! Jó napot! Jó napot, mit akarod? Kik maguk? Sherlock és Watson, magányok. Mit akarod? Nem akarom megijeszteni. Az élet a veszélyben. Hát ebbe egyetértünk, mert azonnal dobjuk ki őket. Cédulának tűnik. Én azt mondom, találjuk meg a viselőjét, mielőtt megdöglik. Te nagyon be akarja, mi mit akar? Mondtam, hogy ne vagyunk itt volna. Mit akarna? Tibor úr megtiltotta, de jöjjenek, jöjjenek. Igazán nincs mit. Tibor úr nem sokára itt lesz majd, remélem. Azért foglaljanak helyet, foglaljanak helyet. Hozzatok addig valami inni valót, egy... Teát megköszönjük. Tea. Angolok, teát, tisztán van. Hozzam a teát. Üresen, igazian! Egészség. Tibor úr mindjárt jön. Mindjárt. Jön! Elnézést? Igen? Olyan ismerősnek tűnik, nem találkoztam valamikor? Hát nekem is ismerősnek tűnik, lehet, hogy Mécses központban találkozhattunk, ugyanis ott dolgoztam, amíg egy szerencsétlen eset miatt el nem kellett jönnöm. Valaki galád állatmódon felültottak egy szobát. Hát, vannak ilyen emberek. Hát ez igazán sajnálatos. Hát, ha valaki tudja, az én vagyok. Látom, Krista már beengedte a vendégeit. Igen, igen, itt vannak a vendégek. Köszönöm szépen, hát meg is kínálta őket. Teával nagyon hozzatok valamit. Persze, a szokásosat, de gyorsan, 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 köszönöm. A szokásos cikóriakát. Köszönöm. És a többi? Most? Igen, igen, az étel, de gyerünk, de gyorsan is. A brokkoli is magán, madár. Igen, és a cseresznyi a tetejére, a teámba jeget. Igen, a teámba jeget. És a cseresznyitől. Jó, ne idegesen sem már. Nehogy valakiket beszél. Cseresznyét a tetejére, megmondtam a teámba jeget, szélére, citromkarikát. Na, gyerünk menni csinálni. Egy magalaja meg. Nem kell megkenni, csak csinálja már, hát éhen halok. De biztos. Biztos! Ja. Orvos, látta. Na, uraim, közben megnéztem a képeket. Mi a véleményed úr? Hát látom, nem tártalom volt az iménti látogatásunk, de kifejtett még bővebben is. Ezt látunk odakint a cúdvalon. Nem ismerős véleményed? Megnézem. Nem nagyon. Nem ismerés, nem tudom. És nem volt esetleg itt vendégek? Esetleg lányokat? De hát kérem, ez itt egy konditerem, edzőterem, akárki járhat itt, akárki elveszthette. És mi van a képekkel? Jaj, a képekről inkább ne is beszél. Itt jártunk a múltkor. És
akkor fényképeztek le minket itt valahol, már nem tudom merre jártunk, de biztos, hogy itt volt ezen a helyem, és nem tudom, valahonnan onnan vagy onnan villant a vaku, biztos, hogy itt látunk, igen, itt. Jaca! Álljál csak! Ne csak, mit talált! Aha! Mi az? Mutasd! Ha! Na, most jár! Ez lesz a következő helyiség. Na jó, akkor indulunk! Erre menjünk be a kocsikocsik! Menjünk! Mindkint megvárunk. Jó, maradjatok. Ott vagytok! Charlie, angyalai! Mi van? Hát ezek meg hova tűntek? Azt mondták, itt lesz. Hol? Ők még itt voltak. Hát nézd már, ezeket meg elrúgolták. Hát gyere, menjünk vissza a kocsit, ott van. Hova? Hova menjünk? Hát Dódra, az volt az első nyom, a sétálunk, gyorsan menjünk utánunk, gyerünk, gyerünk, gyerünk! Reklám! Miért néz így az indiai? Mert így nem lehet. Miért tartják kedvezve az oroszlánt? Apáimból megfogadni. Na, de beszéljünk a komoly dolgokról. Ilyenkor 40 év felett már előfordulnak a prostatagondok. Szörnyű egy probléma. És még a gyógyszerem sincs itt. Jaj, Tusti, miket beszélsz te itt? Itt van ez egy természetes készítmény. Teljesen jó. Sokkal jobb, mint a gyógyszer. Használd ezt. Mi jó itt? A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Tudjuk ezt beszélni, mindannyian kultúrát emberek vagyunk, nincs szükség erőszakra. Meg
nekem ez a kulturáció! Egy kedves és egyben furcsa nyomozóval. Egy véletlen folytán egymásba estünk. A szemei rögtön elvarázsoltak. De persze érzéseimet nem mutatva próbáltam idegesnek tűnni. Egyre jobban megkedveltem őt, elgondolkoztam, mi lenne, ha nem egymás ellen lennénk, talán akkor szerelmünk. Jaj, ez a nagymama! Jaj, de hogy a bokorba! Láttam, ahogy az az ember bement a lévaiba, és remélem, hogy ezzel végleg elterelődik a gyanú róla. Nem szeretném, ha azt gondolná, hogy rossz ember vagyok. Ezt még a nagyipának sem merem elmondani. Nyomozás! Mondtam, hogy a pács!
Jó,